téma megtárgyalásához, közös feldolgozásához úgy gondolom elengedhetetlen az, hogy néhány alapfogalmat tisztázzunk. Ami Budapest ostromával kapcsolatban a legtöbbször problémát jelenti, az az, hogy a legtöbb érdeklődő, a legtöbb olvasó számára ez összemosódik a budapesti hadművelettel. A budapesti hadművelet 108 napos volt, 1944. október 29-én vette kezdetét, és február 13-án Buda, tehát Budapestnek a nyugati része, a magyar főváros nyugati részének szovjet elfoglalásával ért véget. Az ostrom ennél rövidebb időszak, ez a teljes bekerítésben vívott harcot jelenti, de 1944. december 24-től 1945. február 13-áig, hiszen a február 11-én megindult kitörésnek a vonzatai ugyan február 17-ig eltartanak, sőt bizonyos vonatkozásai még 1945. márciusában is zajlanak, ugyanakkor az ostrom február 13-ával véget ér. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha a térképre nézünk, láthatjuk, hogy a budapesti hadművelet által érintett területe, itt ez 1944. december végi harcvonal, 45. januárjában itt még a második ukrán frontnak, a szovjet második ukrán frontnak volt egy támadó hadművelete, amit még januárban a német-magyar csapatok gyakorlatilag visszavertek, és itt csak egy kisebb hídfőt tartottak meg a szovjetek. Tehát gyakorlatilag a budapesti hadművelet területe láthatóan nagyságrendekkel nagyobb, mint a tényleges ostromnak a területe. Tehát én mindenkit óva intek attól, hogy a budapesti hadművelettel kapcsolatos adatokat és tényeket összekeverje a budapesti ostrom tényeivel, illetve körülményeivel. Az ostrommal kapcsolatos létszámviszonyok nagyon sokáig részben találgatások, részben pedig becslések tárgyát képezték. Az újabban elérhetővé vált szovjet, illetve szovjet zsákmányként most már közzétett német levéltári anyagból több-kevesebb pontossággal meg lehet állapítani a védők, a bekerített védők létszámát, illetve a magyar fővárost elfoglalni kívánt szovjet és román csapatoknak az erejét. Mint látható, 1945. január 1-én, ami tulajdonképpen a tényleges szovjet részről megindított módszeres ostromnak a kezdete, 44. december 24-én ugyan bekerítik a magyar fővárost a szovjet csapatok, ugye a második és a harmadik ukrán front, ugyanakkor december végéig nagyjából a budai oldalon egyfajta rajtaütésszerű elfoglalást kísérelnek meg a szovjetek, úgy, mint 1944. november elején a pesti oldalon, illetve az úgynevezett pesti hídfőt próbálják elfoglalni, de ekkor még az Attila védelmi vonalnak a különböző védőöveiben elakadnak, és igazából január 1-én még több helyütt nem is lépnek az akkori Budapest területére. Ebben az időpontban, mint látható, nagyjából 141 ezer szovjet, illetve román katona támadja a fővárost nyugati, illetve keleti irányból. Ezzel szemben a december 24-én bekerített mintegy 98 ezer védő, ebből 51 ezer magyar, körülbelül 47 ezer pedig német katona. Ez a főváros két oldalát, a Duna két partját védi, méghozzá egy a kettő arányban. A pesti hídfőt mintegy 33 ezer fő, a felmaradó létszám pedig Budán harcol, vagy Budán állomásozik. Azért nem mindegy, hogy azt mondjuk-e, hogy harcol, vagy hogy állomásozik, mert hogyha a kivetített német nyelvű eredeti német dokumentumra nézünk, akkor láthatjuk azt, hogy a bekerítés napján, december 24-én a bekerített német és magyar erőknek a harcos létszáma, tehát gyakorlatilag az a gyalogsági erő, amely az első állásokban, ha úgy tetszik, a peremvonalban, vagy a főharcvonalban, vagy német szempontból a tűzrendszernek a peremén harcol, az kicsivel több, mint 14 ezer fő. 98 ezer főből 14 ezer fő. És ennek ugye látható, hogy kb. 5 ezer fő ebből a magyar, és kicsivel több, mint 9 ezer a német. Rögtön egy másik adalékot is láthatunk, ez a későbbiekben fontos lesz, ez nem más, mint az, hogy december 24-től január 6-áig bezárólag a védősereg összesen, tehát elesett, eltűnt, sebesült katonát is ide számítva 5621 főnyi veszteséget szenved. Ennek következtében gyakorlatilag nagyjából két heti harc után, január 7-én a harcos létszám 8600 fő körül alakul.
úgy, hogy az összlétszám, ugye láthatjuk alul az összesítést, ami gyakorlatilag december legvége, január legeleje a német és a magyar csapatok viszonylatában sajnos nem egyezik meg az időpont egy-két nap eltéréssel, az ugye akkor is még több mint 95 ezer katona. Több mint 95 ezer katonából valamivel több mint 8 ezer tartja gyakorlatilag az állásokat. Ennek a miértjére megpróbálok a későbbiekben választ adni. Ahhoz, hogy igazából a kitörés harcászati vonatkozásaira rátérhessünk, nagyon fontos tisztázni azt, hogy nagyjából a védők, illetve a támadók oldalán a kitörés napján, a kitörés délutánján milyen létszámok regisztrálhatóak. Nagyon fontos dolog az, hogy az ostrom szovjet és román vesztesége az tulajdonképpen a szovjet, illetve a román alakulatoknak a harcászati vezetési szintű, tehát zászlóai, ezred, hadosztály szinten nagyon jól kutatható. Ezeket lehet összesíteni, viszonylag kevés az olyan alakulat, amely hiányosan vagy nem jelent, és ahol valamiféle megalapozott becslésre van szükség. Ezeket alapul véve és felhasználva az én becslésem a különböző levéltári források alapján a következő, február 11-én délutánig, tehát a kitörés megindulása előtti időpillanatig a szovjetek 29.200 főt veszítettek Budapesten, ebben nagyjából 6.200 halottjuk van benne, körülbelül 500 fő az, amely a védők fogságába esik, vagy pedig eltűntnek nyilvánítják, tehát nagyjából 6.700 főnyi az úgynevezett végleges vesztesége a szovjet csapatoknak. Ehhez jön még a román csapatok, a Pesti hídfőben harcoló három román hadosztály, illetve azokat megerősítő hadtest közvetlen alakulatok, mint egy 2500 főnyi összvesztességgel. Ezt összeadva és súlyozva valamivel több mint 31.000 főnyi támadó veszteség jön ki a kitörés megindulása előtti időpillanatig. Mi a helyzet a védők oldalán? Itt jelentősebbek a veszteségek, ennek is több oka van. Mint látható, a német csapatok mintegy 12.000 halottat, eltüntetés hadifoglyot veszítenek. Itt a súly a halottakon, illetve az eltünteken van. A németek közül hadifogságban kisebb arányban estek a katonák is. Február 11-én mintegy 11.000 sebesültet regisztrálnak, ez összesen kicsivel több mint 23.000 főnyi veszteség. A magyar csapatok 29.000 főnyi végleges veszteséget szenvednek, azonban itt a súly nem a halottakon van, hanem elsősorban az eltünteken, illetve a hadifoglyokon. Ennek az az oka, hogy 1944. január 17-éről 18-ára víradóra, amikor a Pesti hídfőt végül is a védők kiürítik, az ott állomásozó magyar csapatok jelentős részét elfelejtik erről a németek értesíteni, és gyakorlatilag önhibájukon kívül a magyar csapatok jelentős része ekkor szovjet hadifogságba esik. Tehát a magyar veszteségnek az ostrom történetében a magyar veszteségnek a jelentős része az nem hősi halott és nem is harc közben sebesült. Ennek egy bizonyos arányban természetesen ezekben a veszteségi kategóriákban is képviseltetik magukat a Magyar Királyi Honvédség katonái, de nem ez a jellemző. Látható például, hogy a sebesültek aránya a németek oldalán 11.000, a magyarok oldalán 2.000. És mivel a sebesültek létszámából azért következtethetünk az elesettek, illetve az eltűntek arányára is, erre később ki fogok térni, ezért én ezt a levéltári forrásokon alapuló becslést a magam részéről használnám, és ezt én a magam részéről helytávonak is tartom. Tehát a védők összvesztesége a kitörésig kicsivel több mint 54.000 főt jelent. Mindezt azzal szeretném alátámasztani, hogy német oldalról rendelkezésre állnak a veszteségi adatok 44. decemberéből, 45. januárjából és 45. februárjából. Mivel azonban a 45. februári és a 44. decemberi adatsorok, mivel nem teljes hónapokról van szó, potenciálisabb veszélyt rejtenek a statisztika tekintetében, én a teljes hónapot, januárt vettem alapul, azon belül is azt a három német hadosztályt, seregtestet, amely a védelemben leginkább alkalmazásra került és a legsúlyosabb harcokban vett részt. Ezeknek a veszteségeit összesítve a következő derül ki, a mintegy 7550 fős veszteség, ez nem a januári teljes német veszteség, újra szeretném hangsúlyozni, hanem ennek a három hadosztálynak a januári teljes vesztesége,
A különböző veszteségi kategóriákat alapul véve látható, hogy nagyjából 15% belőle a harc közben elesett, 72%-a sebesült, és mintegy 13%-a az eltűnt. Az eltűnt az a veszteségi kategória, amely esetben, ez németeknél is így volt, a Magyar Királyi Honvédségben is így volt, legalább két független szemtanú nem tud beszámolni a sorsáról. Ha csak egy bajtársa állította, hogy elesett, vagy hadifogságba esett, az nem volt elég a nyilvántartásnak. Ebből az következik, hogy a német végleges veszteség 45 januárjában a halottakat és az eltűnteket alapul véve mintegy 28%-os számszerűsítve 2139 fő. Ez azért is érdekes, mert ez betekintést nyújt abba, hogy a rendkívül mostoha körülmények között ellátott német és magyar sebesültek, amelyek döntő többsége itt a Várhegyen, a különböző katakombákban, illetve a Magyar Nemzeti Levéltár mostani épületében, az Országos Levéltár akkori épületében, annak pince rendszerében került elhelyezésre. Milyen mostoha körülmények között próbálták ezeket a sebesülteket gyógyítani, vagy legalábbis megtartani az életben? És én nekem az a véleményem, ez alapján, a számítás alapján, hogy sajnos nagy a valószínűsége annak, hogy jelentős volt a sebesült halandóság, és körülbelül 5000 német sebesült a kitörésig bezárólag az ellátatlanság, illetve a gyógyszerhiány következtében elpusztult, illetve életét vesztette. Ezeket az előzetes statisztikai felvezetést is alapul véve, véleményem szerint, illetve hát a védősereg parancsnoka Káp Pfeffer Wilhelmnuk SS Obergruppenführer 1945. február 11-én harcászati idő alapján 17 óra 45-kor utolsó rádiótáviratként ezt az adatsort küldte meg, amely a kiindulási alapunk lehet a kitörők létszámának számításában is. Ez alapján, mint látható, nagyjából 24 ezer német katona volt még a védők kezén lévő területen, közülük 9600 sebesült, 2000 fekvő. A magyar csapatok létszámát mintegy 20 ezer főre besülte a német főparancsnok, ebből 2000 fő volt sebesült. Összesen azt láthatjuk, hogy kb. 44 ezer katona volt a bekerítésben, és 11,5 ezernél több volt a közülük sebesült katona. Korábban a légihíd segítségével repülőgépen 1404 sebesültet szállítottak ki, ezeknek 95-96%-a német volt, nem pedig magyar. Magyar sebesülteket ilyen szempontból a németek meglehetősen mostohán kezelték. A távirat adatai alapján még értesületünk arról, hogy körülbelül a különböző hungarista harccsoportok mintegy 500 fővel képviseltetik magukat a megmaradt területen, valamint becslések alapján 80-100 ezer polgári lakos próbálja túlélni itt a poklot a Várhegyen és környékén. A szovjet Budapest csoport, amely 1945. januárjában alakul, és gyakorlatilag igazi hatását már csak a budai oldal szovjet birtokbavételekor tudja kifejteni. Február 1-i adatok alapján a következő létszámokkal rendelkezik. A 18. gárda lövészhadtest 13.140 fő, a 37. lövészhadtest 16.645 fő, a 75. lövészhadtest, számunkra ez lesz majd nagyon fontos, 14.179 fő. A másik dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmet, az az, hogy a lövészfegyvereknek nagyjából a egyharmada az összes szovjet lövészhadtest esetében géppisztoly, tehát sorozatlövő egyéni kézifegyver, ennek is majd lesz jelentősége a későbbiekben. Illetve látható az, hogy a Budapest csoport összesen 1304 tüzérségi eszközzel, aknavetővel, löveggel, illetve úgynevezett reaktív aknavetővel, tehát rakéta sorozatvetővel rendelkezik, hihetetlenül nagy tűzerővel, gyakorlatilag a 45 mm-es páncéltörő ágyútól egész a 203 mm-es nehéz tarackig sokféle tűzeszköz van az állományukban. Amit az előbb mondtam, az kicsit félrevezető lehet, ugyanis ezek az előbb említett létszámok, ezek a hadosztályok, illetve a hadtest közvetlen alakulatoknak az élelmezési létszámai. A szovjetek meglehetősen leharcolt állapotban voltak már február 1-én is, és a másik szám, amit a perjel mögött láthatunk, ez a lövészszázadokban regisztrált úgynevezett ütközet létszám, gyakorlatilag ez a lövészeknek a számát jelenti.
Látható, hogy a kitörés szempontjából nagyon fontos szovjet 75. lövészhadosztály esetében 14.719 katonából mindösszesen 740 fő az, amely a lövész századokban várja február 1-én a harcok további folytatását. Hozzá kell tennem, hogy a 75. lövészhadtest, mindjárt fogom mutatni a február 11-én aktuális peremvonalukat, nagyon fontos lesz a kitörés szempontjából, az gyakorlatilag február 1-e és február 11-e között nem változott. Itt igazából ez alatt az időszak alatt úgynevezett állásharc folyt, kölcsönös tüzérségi tűz, kisebb szakaszerejű vállalkozások egy-egy ház vagy egy-egy épületcsoport ellen, de gyakorlatilag jelentősebb támadásra itt már nem került sor, olyanra semmiképpen, ami az arcvonal változását eredményezte volna. A kitörést nem február 11-én találták ki a németek, mind a németek, mind pedig a magyarok már korábban is gondoltak erre, és különböző formában javasolták is. A németek többször gondoltak erre, mint a magyarok. December 28-án volt már egy felvetése a bekerített német csapatoknak egy lehetőség szerinti kitörésre. 45. január 8-án is volt egyfajta változatuk. Ez mindig az éppen aktuális arcvonal és a január 1-én este megindított dunántúli felmentési kísérlet, majd később ennek kudarca után kísérletek mindenkori admiráli helyzetéhez igazodott. Ebből a legjelentősebb a január 18 és 21 között napirenden tartott úgynevezett Glücksspiel fedő nevű vállalkozás lett volna, ami tulajdonképpen a budaörsi repülőtér visszafoglalását tűzte ki célul, hogy ott találkozzanak a reménybeli megérkező német felmentő csapatokkal. Január 26-a az utolsó dátum, amikor igazából a németek érdemben foglalkoztak egy ilyen kitöréssel, hiszen 27-én a Dunántúlon megindult a szovjet 3. ukrán front ellencsapása, és tulajdonképpen minden észszerű körülmény a német felmentési kísérletek folytatása ellen szólt. A magyar tervek közül csak a december legvégit emelem ki. A magyar első hadtestnek a parancsnoka, Vitéz Hindi Iván vezérezredes terjesztett elő Pfeffer Wildenbruchnak egy elképzelést, amit azonban a német főparancsnok elutasított. Mint ahogy egyébként elutasította a második és a harmadik ukrán front közös ultimátumát is a védőkhöz. Ebben ugye a szovjetek azt fogalmazzák meg, hogy amennyiben nem teljesítik a követeléseiket és röviden folytatják az ellenállást, akkor ezzel tulajdonképpen a város pusztulásának felelősségét, illetve a helyőrség, illetve a védősereg pusztulásának felelősségét Pfeffer Wildenbruch magára vállalja. Ugye mivel ő felbontás nélkül visszajuttatta ezeket az ultimátumokat, így gyakorlatilag ezt a részét nem ismerte, vissza nem utasította, mivel nem vette át, tulajdonképpen ennek szovjet szempontból nem lett foganatja, és január 1-én meg is indul a tervszerű szovjet ostrom. Itt egy felderítési eredményt láthatunk Óbudáról. Ezt azért tettem be, mert a későbbiek folyamán nagyon fontos lesz az, ezen láthatjuk, itt van a tervezett német súlypont, ami ugye a kitörési kísérlethez összevontak volna a németek. És látható, hogy igazából a német felderítés eredményei és a valóság is azt mutatja, hogy nincsen, nem is lehetett egyébként ebben a rendkívül sűrűn beépített milliós nagyvárosban folyamatos arcvonal, hanem támpontok vannak, úttorlaszok vannak, műszaki zárrendszerek vannak, illetve mind a két oldalon kialakított, nagyon alaposan kialakított tűzrendszer van, a tűzfegyverek lehetőleg egymást átfedő tűzsávokkal kerültek elhelyezésre. A kitörés kapcsán ugye felszokott merülni, hogy a kitörést elárulták. Na most éppen tegnap olvastam ezzel kapcsolatban egy felvetést, ami azt hiszem 2016 vagy 2017-ben kiadott német nyelvű könyvben olvasható, miszerint az SS 9. hegyi hadtestének rádió központjában egy hölgy, aki intim kapcsolatot ápolt valamelyik rádió kezelővel, megtudta a kitörésnek a tényét, ugye ezt onnan vizionálja a szerző, hogy ugye a már emlegetett 17 óra 45-kor leadott rádiótávirat után Pfeffer Wildenbruch megsemmisíteti a híradás technikai eszközöket, azért, hogy ellenparancsot ne kelljen vennie, és fizikai értelemben ne is, technikai értelemben egész pontosan ne is tudjon ilyet venni. Ugyanakkor ennek megítélésem szerint nincsen alapja.
Méghozzá azért nem, mert a szovjetek már 45 januárjában is több alkalommal az arcvonal különböző szakaszain riadót rendeltek el, amikor úgy gondolták, hogy bizonyos német csapatösszevonások, akár a páncélozott harcjárműveknek a mozgása arra utal, hogy a védők esetleg kitörhetnek. A másik ilyen, hogy a németek február 9-10-e táján a német hadosztályok élelmezési létszámában foglalt úgynevezett keleti segédszolgálatosok, németül Hilfsfliegerek közül kiválogattak néhányat. Ugye ezek volt szovjet hadifoglyok voltak, akik szolgálatot vállaltak a német haderőben. És őket küldték gyakorlatilag ilyen mélységi felderítőként átszivárogva a szovjet állások között, abból a célból, hogy nagyjából a szovjet védelmet feltérképezzék. Ugyanakkor a legtöbbjük lebukott, annál is inkább, mert a szovjet védelmi rendszer, bocsánat, a szovjet harcrend mögött és a Budapest csoport záró vonalát alkotva két NKVD határőr ezred is Budán állomásozott, és ezek folyamatosan járőröztek, és minden szovjet katonát igazoltattak. Most akinél nem voltak megfelelő okmányok, azokat összeszedték, illetve az engedély nélkül visszavonulókat is összeszedték, és bizony ezek a németek által küldött volt szovjet hadifoglyok is szinte döntő többségében az NKVD kezében végezték. Rövid úton, kihallgatások után ki is végezték őket. Summa summarum, gyakorlatilag 50 napi harc után már a szovjetek számára is teljesen egyértelmű volt, hogy az utánpótlás nélkül a készleteik legvégét felhasználó védők két dolog között választhatnak, vagy megadják magukat, vagy pedig megpróbálkoznak a kitöréssel. Ez egy kiszámítható helyzet volt, katonák egymásról nagyon jól tudták, hogy nagyjából ebben a helyzetben mit tennének. Én azt gondolom, hogy semmiféle regényes árulásra nem volt szükség ahhoz, hogy a szovjetek is megtegyék a felkészülést egy esetleges erőteljes német-magyar kitörési kísérletre. Az úgynevezett katlannak az arcvonala 11-én délután ezt a vonalat alkotta. Ahogy korábban is utaltam rá, ez gyakorlatilag csak a szemléltetés szolgálja, ne egy folyamatos arcvonalat képzeljünk el, pláne nem mondjuk folyamatos lövészárok rendszerrel, mert nem erről volt szó. Támpontok laza lánca alkotta mindkét oldalon az úgynevezett peremvonalat. Ebből a kitörés szempontjából a kitörés sávjaként gyakorlatilag a Margit körút vonalát jelölték ki, nagyjából a Városmajor utca magasságáig. Ez volt az a súly, ahol a kitörőknek a súlyponti csoportosítását össze kívánta vonni Pfeffer Wildenbruck. Ezen a vázlaton a 75. lövészhadtest 180. lövészhadosztályának láthatjuk a nagyon pontos arcvonalát február 11-én délután. Itt nagyon fontos dolgokat láthatunk. Egyrészt láthatjuk azt, hogy gyakorlatilag ez a hadosztály az, amely a tervezett kitörésnek a sávját gyakorlatilag lefedi némi kis különbséggel. A tőle keletre lévő 109. gárda lövész hadosztály volt a szomszédja, még ennek a hadosztálynak is a kitöréssel kapcsolatban voltak nagyon fontos teendői és belesodródott a harcba. Ami nagyon fontos és szerintem döntő az, hogy láthatjuk, hogy itt a Szélkálmán téren az 53-as objektum, ami nem más, mint a postapalota, ez 11-én délután a német-magyar arcvonal vagy peremvonal mögött van. Ha ez nem így lett volna, megítélésem szerint a kitörés, hát nem tudom ezt hova lehet fokozni, tehát a katasztrofális végkifejlett helyett egy extra vagy ultrakatasztrofális végkifejlett felé haladt volna, ugyanis ez az épület rendkívül masszív volt, aki itt támpontokkal rendelkezik, az gyakorlatilag nagyon sok irányba fedezni tudja a megközelítési irányokat, illetve ebben az esetben a kitörés tervezett útvonalát, ami tulajdonképpen fő erőkkel a Szélkálmán téren az olasz fasó érintésével a budakeszi utat célozta meg. A németek február 10-én az úgynevezett Ördögárgon keresztül egy nagyon kisletszámú felderítést végrehajtottak, és megállapították ugyanazt, amit már nagyjából 10 napja tudtak. Jelesül azt, hogy milyen szovjet erőkkel állnak szemben, és hogy azok nagyjából milyen lépcsőzés és milyen
tagolódás alapján alakították ki a harcrendjüket. A tervek alapján ugye a Városmér utca és a Megpártliget között két irányba indult volna a kitörés, három hullámban. Az első hullámot mindenhol a 8. SS lovas hadosztály katonái, a második hullámot a Fertenhalle páncélos hadosztály, illetve a 271. népigránátos hadosztály harccsoportja, valamint a Luftwaffe gyalogharcoló katonái. A 13. páncélos hadosztály, illetve a Magyar Királyi Honvédség csatlakozó erői alkották volna, a harmadik hullám pedig mindenhol az ekkor már eléggé leharcolt és alapvetően nem a legharcedzettebb állománya rendelkező 22. SS önkéntes lovas hadosztálynak az elemei alkották. A hadtest parancsnokságok, így az SS 9. hegyi hadtest parancsnokságának törzse, illetve a Magyar első hadtest parancsnokságának a törzse egy megerősített német SS rendőr harccsoporttal az ördögárakban kívánta végrehajtani a kitörést. Tehát nem a felszínen, hanem a felszín alatt, ha úgy tetszik, korszerű megnevezéssel, egyfajta függőleges átkarolással a föld alatt kívánták a szovjet állásokat megkerülni. Az eredeti terv alapján az lett volna a célkitűzés, hogy kis csoportokban, mint egy 30 fős csoportokban a németek olyan magyarokkal közösen, akik terepismerettel rendelkeznek, próbálnak átszivárogni a szovjet 180. lövészhadosztálynak az állásai között, és főleg kézifegyvereket, géppuskákat, illetve páncélöklöket vinnének magukkal. A tényleges végrehajtás egy picit módosult, erre rögtön ki is fogok térni, hogy miért. Nagyon fontos a kitörők létszámának megállapítása, illetve hogy milyen harcértékkel rendelkeztek, mi volt az a bevett harceljárás, vagy harceljárások, amivel ezt a feladatot végre kívánták hajtani, és milyen támogatás jöhetett szóba. A Adolf Hitler 1944 nyarán nagy súlyt fektetett az úgynevezett erődelvre, ez azt jelentette, hogy a keleti hadszíntéren különböző nagyobb városok, illetve települések megerődítésével és körvédelemben való védelmével kívánta a szovjet csapatokat lekötni, addig, ameddig saját hadműveleti tartalékait fel tudja sorakoztatni egy esetleges ellentámadás céljaira. Ez Budapesten sem volt másképpen, Budapestből azért lett erőd 1941. decemberében, Festung német szóval, mert ugyanennek a filozófiának a mentén kívánták a németek elsősorban a végsőkig védeni. Azonban a korábbi tapasztalatok alapján már tudták, hogy ezek a megerőített városok, ezek a festungok nem minden esetben fognak sokáig ellenállni, ezért a németek ilyen kiképzési segédlet, illetve röplapként is terjesztett pamflettek formájában a csapatok között már 1944 őszétől terjesztették a harc a katlanban, tehát a Kampf im Kessel, és a harc a katlanból, a Kampf aus dem Kessel feliratú vagy című segédleteket. Ezek nagyon pontosan és precízen leírták azt, hogy bekerítésben hogyan kell harcolni, illetve ebből a bekerítésből hogyan kell kitörni. És igazából Karl Pfeffer Wildenburg tábornok ezeket a szempontokat messze menően elhanyagolta, és gyakorlatilag negligálta. Milyen fizikális és mentális állapotban volt az a német, illetve magyar állomány, amely a kitörés feladata előtt állt? Hát ugye a rendkívül akadozó és 1944. februárjában már gyakorlatilag napok óta elégtelen ellátás miatt az élelmezés ugye elég alacsony színvonalon állt, tehát a bevitt kalória érték miatt a jelentős arányban a katonák már alultápláltnak voltak nyilváníthatóak. Nagyjából 50 napja harcoltak, legalábbis egy jelentős részük harcolt, egy jelentős részük nem harcolt, erre ki fogok térni. Akik viszont harcoltak, azok naponta talán 2-3 órát alhattak. Tehát alapvetően alvászavarokkal küzdöttek, nem voltak kipihenve, ez nyilvánvaló koncentrációzavart okozott, és hát az állandó stressz pedig nyilvánvalóan megtette a hatását. Ugye a németek itt helyismerettel nem rendelkeztek, ki voltak szolgáltatva tulajdonképpen egyrészt a Magyar Királyi Honvédség térképanyagának, másrészt pedig a fővárosban beszerezhető különböző típusú közterületeket ábrázoló térképeknek, illetve maguknak a Magyar Királyi Honvédség állományának, akik nyilvánvalóan kalauzként, illetve helyismerettel rendelkezőként őket segítették. A fő probléma az volt, hogy nem egy egyszerű támadást kellett végrehajtaniuk, hanem egy világváros területén, egy sűrűn beépített településen,
éjszakai harcot kellett vívni, alapvetően éjszakai utcai harcot, ugyanis az épületharcot kerülniük kellett, mert ha épületharcokba bonyolódnak, az gyakorlatilag időveszteséggel jár, és ennek a kitörésnek nem az volt a célja, hogy a velük szemben lévő szovjet csapatokat felszámolja, hanem az, hogy az állásaikon keresztül törve, mindegy manőver szabadságot szerezve, a budai hegyeken áttörve, a nagyjából szomor térségében a német és magyar arcvonalat elérve megszabaduljanak a bekerítéstől. Tehát ez egy rendkívül bonyolult, rendkívül nehéz, tapasztalt katonák számára is nehezen megoldható, komplex feladat volt. Ráadásul nem volt nehéz fegyver támogatásuk, vagy legalábbis minimális volt. Amiről tudunk, az az, hogy éppen itt, ahol most vagyunk, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum épületénél, amely akkor ugye laktanya volt, a Nádor laktanya, ennek a sétányain voltak még felállítva lövegek, illetve aknavetők nem túl nagy számban, és amelyeket a szovjet tüzérségnek még nem sikerült kilőni. Ezek támogatták rendkívül szorványos tűzzel a kitörést 11-én este, ennek meg is lett a következménye, mert a szovjet tüzérségi válaszcsapás gyakorlatilag az épületünket hát majdnem a föld eltette, egyelővé igen jelentős mértékben megrongálta. Illetve még az a döntés született, hogy a páncélosok egy részét mégiscsak be fogják vetni a kitörők támogatására. Ekkor erre külön tétel lesz az előadásban a páncélos támogatás, erre külön ki fogok térni, itt csak annyit említek meg, hogy eredetileg nem tervezték ezeknek az alkalmazását, mert a Zöm a Naphegyen állomásozott, és azt gondolták, hogy nem fogják tudni rejtve átcsoportosítani, és a szovjetek a páncélos mozgásból egyértelműen következtethetnek egy küszöbön álló kitörésre. A kitörésre kijelölt állomány harcértéki szempontjából én azt gondolom sorsdöntő az, hogy mekkora mennyiségben és milyen arányban rendelkeztek sorozatlövő fegyverekkel. Ugye itt az utcai harcokban, vagy ha úgy tetszik, akkor kivételes esetekben az épületharcokban a nagy többség, mármint a magyar és német katonák nagy többségének kezében lévő ismétlő rendszerű karabé, az nem volt igazán alkalmas ilyenfajta harctevékenységre. Ugye itt az utcai harcokban, sötétben, nyilvánvalóan a közvilágítás régen nem működött, ellenséges tűzben, hihetetlen pszichikai nyomás alatt az alapvető lövésmód az a kapáslövés. A kapáslövés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a potenciális cél nagyon rövid ideig látszik, és abszolút váratlan irányból is felbukkanhat. Tehát ide nagyon készségszintű tapasztalt, készségszintű lőtudás és erre alkalmas fegyverzet szükségeltetett. A kitörők döntő többsége ezzel megítélésem szerint nem rendelkezett. Másik nagyon fontos kritérium, hogy ugye beszélhetünk a kitörők különböző létszám adatairól. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az 50, akkor már 50 napos ostromban a tényleges harcérték az egy picit módosult. Ugyanis az, hogy különböző korábban nem harcoló beosztásban szolgáló katonákat, gondolok itt gépkocsi vezetőkre, tüzérekre, utászokra, pékekre, szapókra, minden olyan beosztásra, amely egy harcoló seregtestnek például az ellátását vagy a harcbiztosítását végrehajtja, ezek nem kiképzett gyalogosok. Gyalogsági alapkiképzésük természetesen ezeknek is volt, de azokhoz a speciális képességekhez, amelyekre itt február 11-én éjszaka 12-ére viradóra szükség volt, megítélésem szerint az akkori bekerítésben lévő védők közül nagyjából 1522 katona felelt meg, és az összes többi pedig tulajdonképpen fegyvert fogó katona volt, de a harctevékenység folyamán rájuk alapozni igazából véleményem szerint nem lehetett. Ebből következik az, hogy a február 11-én jelentett védői létszám nem egyenlő a kitörők létszámával. Méghozzá nagyon nem. A harcérték erős csökkenését én azzal magyarázom, hogy ekkor már végrehajtották a németek és magyarok is az úgynevezett kifésülés folyamatát. Ez pontosan azt jelentette, amit mondtam. Tehát a december 24-én bekerített erők akkori harcos létszáma már réges-régen lekopott. Elestek, megsebesültek, esetleg előléptették őket, mert a parancsnok hiány miatt adott beosztásából kiemelve esetleg 2-3 vezetési szinttel is följebb helyezték. Tehát azok a harcedzett veteránok, amelyek december 24-én a harcos létszám jelentős részét adták, február 11-ig nagy részt elkoptak.
akiket a helyükre állítottak, hogy a harcos létszámot számszakilag fenntartsák, azok a különböző ellátóalakulatoktól, illetve egyéb más korábban nem harcos beosztásból származó katonák voltak, akiknek csak számszerűen alkalmas a jelenlétük arra, hogy a harcos létszám az értsük őket, de harci képességük, harci tapasztalatuk és sok esetben a motivációjuk is erre alkalmatlanná tette őket. A kitörés előtt zömmel rögtönzött kötelékeket alakítottak. Tehát hiába láttuk azt, hogy a különböző hullámokba elvileg azonos seregtestnek a katonáit osztották be, minden hadosztálynál ugye a parancs kihirdetése után elkezdett összegyülekezni az állomány. És a különböző parancsnokok a saját személyük köré rögtön öztek kötelékeket. Mondjuk a 8. SS lovashadosztály, meg a 22. SS önkéntes lovashadosztálynál ez pontosan úgy működött, hogy sok esetben még ugye a 22. SS lovashadosztály tiszti állománya régen a 8. SS lovashadosztálynak is tisztje volt, mert az volt az anyahadosztály, onnan emeltek ki egy ezredet, és úgy alakították meg a 22. SS önkéntes lovashadosztály. Volt olyan, hogy a másik hadosztályba vállalt parancsnoki feladatot. Tehát gyakorlatilag ezek a rögtönzött kötelékek, ezek hiányában voltak a kohéziónak. A legtöbb esetben csak távolról ismerték egymást esetleg a katonák, korábban más alakulatban szolgáltak azon belül a hadosztályon belül. Nem volt meg az a fajta rendkívül fontos együttműködés, ami egy ilyen rendkívül nehéz harcfeladat végrehajtásához szükséges volt. Tüzérségi támogatásról, mint említettem, gyakorlatilag nem beszélhetünk, mert ami megvalósult, az szorványosnak is alig nevezhető. Légi támogatás gyakorlatilag nulla, hiszen a szovjetek Buda köré már olyan légvédelmi tüzérernyőt vontak, ami a berepülő szállító repülőgépeket is a legtöbb esetben vagy elzavarta, vagy lelőtte, de mindenképpen igen megnehezítette a légi ellátást. Gépkocsi szállítás szintén nulla volt, ugyanis a kitöréskor országos járműveken és gépkocsikon megpróbáltak sebesülteket kivinni, de a majd korábban vagy későbbiekben részletezendő szovjet tüzérségi tűzcsapásokban ezek szinte teljes mértékben megsemmisültek, illetve a szovjet tűzrendszer oldalazó tüze miatt ezeket nagyrészt a Szél-Kálmán tér keleti határánál a szovjetek kilőtték. Ha nem volt ugye a mindjárt részletezendő gyenge páncélos támogatáson kívül más, akkor mihez nyúlhattak a katonák? Hát, hogy az úgynevezett hordozható tüzérséghez, ami kéznél volt, ez azt jelentette, hogy a védők még mindig nagy mennyiségben rendelkeztek páncélöklökkel, kézi páncéltörő rakétavetőkkel, puskagránátokkal és kézigránátokkal. Ezekkel próbálták megoldani azokat a, hát ha úgy mondom, tüzér feladatokat, ami nyilvánvaló nem lehet megoldani, de például a különböző szovjet tűzfészkeket, illetve a közvetlen irányzással tüzelő lövegeket, ezekkel próbálták leküzdeni, sok esetben sikerrel. Ebben az összefüggésben, ahol a központi tervezés is már ezer sebből vérzett, nyilvánvaló, hogy a tényleges kitörés megindulása után, a harcérintkezés beállta után a harcvezetés elemeire hullott. Gyakorlatilag akik egymást látták, tehát vizuális kapcsolatban voltak, azok tudtak kommunikálni. Az összes többi csoporttal nem tudták, mi a helyzet, és ugye, ami itt gyakorlatilag a főparancsnokot rendkívül módon negatív színben tünteti fel az, hogy ő még csak nem is a csapataival együtt tört ki, hanem egy teljesen más alternatív útvonalon próbálkozott. Így a hadtest parancsnokságnak a törzse, illetve a hadosztályoknak a parancsnokai igazából még ha akartak volna, akkor se tudtak volna együttműködni. Ebből egy meglehetősen vegyes megoldás született. A 30-50 fős kis csoportok azok összeálltak 11-én olyan 18 óra magasságára, illetve folyamatban volt a körülbelül 500 fős hullámoknak a felzárkózása itt a Várhegynek az északi oldalán. Az volt a terv, hogy az 500 fős hullámok egy nagyjából 80 fős rohamosztagnak a támadása után, amely átjárót nyit a 180. lövészhadosztály harcrendjén, 15 perces különbségekkel, 15 perces etapokban indulnak meg ezek a 500 fős hullámok. Ezek a képek 44 decemberi képek. Ezek azok az ideális állapotok, értem ez alatt a kis létszámú, de nagy tűzerővel rendelkező német jó kiképzett és harcedzett gyalogosoknak a látványát, illetve az MP-44 gépkaravéja helységharca kiválóan alkalmas kézifegyvere felszerelt katonának a képe. A kitörők döntő többsége nem ilyen volt február 11-én.
Akkor most végül is milyen létszámokkal dolgozhatunk? Az én véleményem szerint, és ebben a legújabb kutatás eredményeit közlő Ungvári Krisztiánnal sincs semmiféle vitánk, az, hogy körülbelül 15 ezer főnyi német indult meg a kitörésnek, jelentős részben ezek épp, tehát még nem sebesült katonák voltak, de volt köztük viszonylag jelentős létszámban olyan is, aki könnyebb sebesülésekkel vagy könnyebb sebekkel választotta ezt a megoldást. A résztvevő magyar csapatoknak az aránya a korábbi kutatásokkal ellentétben tovább csökkent. Én egy 4 évvel ezelőtt tartottam hasonló témában egy előadást, akkor még ennek a kétszeresével számoltunk, vagy számoltam én magam is, mint egy 2000 fővel, ugyanakkor az azóta elérhetővé vált források, részben magánnaplók, részben pedig katonák által írott korabeli magánnaplók alapján úgy tűnik, hogy bizony a magyar csapatok részvételi aránya ennél is kevesebb volt. És ha már Ungvári Krisztiánnak a munkáját említettem, akkor még meg kell említenem egy közelmúltban megjelent és a témához alapvetően hozzájáruló tudományos publikációt. Ez pedig Dávid Zsolt és Miklós Tamásnak az a forrás közlése, amely Bocz Géza tartalékos hadnagynak a naplóját teszi közzé. Én mindenkinek ajánlom, hogy aki még esetleg nem olvasta, olvassa el. Egyrészt tartalékos tiszt írta, tehát rendkívül összeszedett és rendkívül plasztikus amellett. Nagyon könnyű általa átélni azt a borzalmat, ami a kitöréssel járt. Ugyanakkor rendkívül adatgazdag is, és nagyon sok olyan szempontot lejegyez ez a tiszt, ami többek között az én munkámat is segíti. Summa summarum, 18 ezer fő az, amit egyébként a szovjet dokumentumok döntő többsége is megismétel. Igaz, a szovjet dokumentumok olyan 7-9 ezer főtől indulnak, ez a ritkábbik, és olyan 15-18 ezer fő a jellemző létszámadat a kitörőkkel kapcsolatban. És mivel a hadtest felderítő osztályok általában a 18 ezer főt jelentették tovább, és ezt magam is a meglévő német és magyar adatok alapján valószínűnek tartom, így az én véleményem alapján körülbelül ekkora létszám kezdhetett neki a kitörésnek. A Pfeffer Wildenbruck által már többször elküldött és általam többször emlegetett táviratban az szerepel, hogy Solymár és Nagykovácsi között kívánnak gyakorlatilag a szovjet harmadik ukrán front harcrendjén áttörni, és Szomor, illetve Máriaharon felé haladnának, és ott kérik az ottani német-magyar csapatoktól a felvételt. Tartalék irányként pedig Pilisszent keresztet jelölték meg. Ez a korabeli vázlat gyakorlatilag azt jelenti, hogy mennyire nem rendelkeztek a Dunántúlon harcoló német-magyar csapatok, azon belül is a német balak seregcsoport mennyire nem rendelkezett konkrét információkkal a kitörésnek a részleteivel kapcsolatban. Így gyakorlatilag hát ilyen pacákkal jelölik a félelmezhető kitörő csoportokat, illetve nagyjából egy ilyen eléggé elnagyolt irányjal, hogy mi lehet a fő haladási irányuk. Ezen a vázlaton igazából azt láthatjuk, hogy ez még a február 1-i arcvonal. Itt látható, hogy még a Szél-Kálmán tér jelentős része szovjet kézben van, ez mint említettem február 10-én után már nem így volt, hanem nagyjából egy ilyen horpadással az 53. objektum, a postapalota is a német és magyar peremvonal mögött volt. Ez azért nagyon fontos, mert itt például a szovjetek ráírták, hogy 7-9 ezer fő kísérli meg 12. Viradó ezt a bizonyos kitörést ezzel a fő irányjal. Ez tulajdonképpen stimmel is. A 180. lövészhadosztálytól délre lévő 297. lövészhadosztály volt az alakulat, amely a kitörés éjszakáján gyakorlatilag a Várhegy elfoglalását kapta feladatul, és csak részeivel harcolt majd a későbbiekben a kitörők ellen. A szovjet erők részéről, mint említettem, a sűrűje az a 180. lövészhadosztálynak jutott. Azonban az a fajta megközelítés, hogy a szovjetek ilyen hallgatólagos módszerrel ki akarták engedni a kitörőket, hogy jó, menjenek, legyen már vége az egésznek, foglaljuk már el a magyar fővárost, és jelenthessük Sztálinnak, hogy megvan a kitűzött feladat, ez nem teljesen állja meg a helyét. Ugyanis a 180. lövészhadosztály
részben a 297. lövészhadosztálytól átvett arcvonal szakaszán is folyamatosan erősíti a robbanó műszaki zárrendszert, illetve az úttorlaszoknak a rendszerét. Erre mindjárt be fogok mutatni egy vázlatot. Ahogy továbbra is hangsúlyozni kívánom, tehát nincsen összefüggő arcvonal, csak támpontok tűzrendszere van. Ez azért nagyon fontos, mert ugye az összes vázlaton, majd látni fogjuk későbbiekben is, a kitörés irányában is rögtönöznek a szovjetek különböző záró állásokat, de ezek nem összefüggő arcvonalat alkotnak. A szovjet tüzérségi támogatásról hamarosan szólok, légi támogatás is rendelkezésre állt, illetve a Budapest csoportnak volt egy többé-kevésbé feltöltött és pihentetett alakulata, a 337. lövészhadosztály, amely 12-ére virradóra parancsot is kap, még egyébként a kitörés megkezdése előtt, hogy csoportosuljon át Budára. Azonban ennek a hadosztálynak az átcsoportosítása nagyon úgy tűnik, hogy nem a kitörésre adott reakció, nem is egyfajta a kitörést biztosan tudó előzetes intézkedés volt, hanem egyszerűen csak a legyengült szovjet lövészcsapatok mögé felkívántak sorakoztatni egy pihent magasabb egységet. Itt van ez a bizonyos zárrendszer, itt van a Szél-Kálmán tér, és látható, hogy mennyi helyen helyeztek el vagy gyalogság, vagy pedig páncélosok elleni aknazárat, illetve úttorlaszokat. És annélkül, hogy az eseményeknek elébe mennék, itt látható, hogy ezek az aknazárak nem is voltak eredménytelenek, mert több helyütt különböző páncélosok, német páncélosok, a kitörést támogató páncélosok ezeken fel is robbantak, megsemmisültek, illetve harcképtelenné váltak. A kitörött páncélos támogatásáról néhány szót, de tényleg csak röviden. A 180. lövészhadosztálynak a 3000-e, mint látható, külön-külön jelentette a február 11-én este 8 óra után tapasztalt gyakorlatilag, mint kiderült, hogy a kitöréssel összefüggő páncélos mozgást. És az is látható, hogy ezeknek a önjárólöveknek, tehát rohamlövegeknek, vadászpáncélosoknak, lövészpáncélosoknak, illetve harckocsiknak az egy része az a lövészezredeknek a harcrendjét áttörte. Tehát kijutott a szovjet lövészhadosztálynak az állásai mélységébe, sőt a tüzérségi állásoknak a mélységét is meghaladta. 2000 esetében volt így, a 86. lövészezred, ami alapvetően a városmajor védte, ott 3 lövészpáncélos támadott, mind a 3-at kilőtték, tehát ott német páncélos nem jutott át. Néhány kép, ezek mostanában már ismerősek lehetnek, hiszen az interneten többek között Ungvári Krisztián is publikálta. Ez a Filler utcában egy felrobbant Panther harckocsi, mellette pedig egy utász lövész páncélos. Mind a kettő szovjet források szerint nagy erejű harckocsi elleni aknákon robbant föl. Ugyanez a harckocsi később már a harcok után lefényképezett állapotban, illetve február 12-én még füstölgő állapotában ugyanez a Panther harckocsi. Ez egy nagyon érdekes kép, sajnos a kivetítőn egy kicsit halványabb, rosszabb minőségű. Higgyék el nekem, amit mondok, ez az Új Szent János kórháznál van, nagyjából itt lehet a fogaskerekűnek a felüljárója, itt pedig egy elesett, és itt is egy elesett német katona. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy bizony a német páncélos támogatásnak egy töredéke kijutott a 180. lövészhadosztály harcászati védelméből, azt áttörve. A már emlegetett Boc Géza megemlíti naplójában, hogy a meginduló kitörést német páncélosok és magyar rohamlövegek támogatják. Ez egy szöget ütött a fejembe, méghozzá azért, mert ugye ismerős sokaknak ez a kép, ami a vérmezőn nagyjából a déli pályaudvarnak az északi csücskénél lefényképezett Sárika Bece nevű Zrínyi 2 rohamtarackot ábrázolja, amely ugye leszakadt lánctalpakkal sokáig egyfajta mementója volt az ostromnak. Úgy gondolom, hogy bármennyire is csábító, ez a harcjármű, ez nem, akit mégsem a kitörés áldozata, volt egy ilyen hipotézisem, de ezt azóta elvetettem méghozzá azért, mert van kézenfekvőbb megoldás, a Várhegynek az északi lejtőin a német 12. rendőr páncélos századnak voltak páncélosai. És semmi nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy ilyen Szemovente
rohamlöveg is volt köztük, legalább egy vagy kettő. Na most, itt ugye a szögecselt páncélzat, rövid lövegcső és a meglehetősen összetett futómű alapján egy nem hozzáértő, nem rohamtüzér vagy nem páncélos katona számára ezek az olasz eszközök hát nagyon hasonlítanak a magyar eszközökhöz. Én azt gondolom, hogy a naplóíró az olasz rohamlövegekkel keverhette össze az Zrínyiket, és ezért nyilatkozott meg oly módon, hogy magyar rohamlövegekkel közösen. A kitörés időpontja és dinamikájáról néhány szót. A már emlegetett kb. 80 fős rohamosztag a németek részéről helyi idő szerint 18 órakor indul meg, és gyakorlatilag szinte semmilyen ellenállásban nem ütközik. Ezzel kapcsolatban a szovjet források is így említik, tehát moszkvai idő szerint 20 órát írnak, az ugye helyi idő szerint 18 óra. De a tényleges első hullám, amely már a kitörésnek a főerőit jelenti, az helyi idő szerint 20 óra, moszkvai idő szerint 22 órakor indul meg. Ami történik, azt én jobb híján a bigafuttatás effektusnak neveztem el. Ez alatt azt értem, hogy a kitörőknek, ahogy korábban is utaltam rá, nem volt célja az, hogy a velük szemben álló szovjet csapatoknak a védelmét szétzúzza, és azokat a csapatokat megsemmisítse, hanem csak az állásaikon keresztül kívántak áttörni. Ezért az utcákat használva a lehető legnagyobb ütemben, nyilvánvaló ellenséges tűz alatt igyekeztek északnyugati irányba a beépített területet elhagyni. Tehát olyanfajta épületharcokra, ha csak erre nem volt valami rendkívül kényszerítő körülmény, nem vállalkoztak, tehát nem kezdték el megtisztogatni az épületeket. Ez alól van, lesz majd egy kivétel, az Újszent János kórház, de arra is kitérek, hogy miért. A bikafuttatás effektus gyakorlatilag az első hullám számára be is jött, mert az a fajta lendület, amivel az első hullám megindul, az gyakorlatilag a 180. lövészhalosztálynak a védelmét át is töri. De miért töri át? Azért, mert ahogy említettem, viszonylag kis létszámú szovjet lövészgyalogság az özöllő tömeg, és nyilvánvaló ez azért valamilyen tűzerővel rendelkező tömeg elől az épületekbe húzódik. És gyakorlatilag onnan fejti ki a tűztevékenységét, onnan lövi oldalba, majd később hátba a kitörőknek a csoportjait. Az Újszent János kórház azért lesz kivétel, mert 12-én hajnalban, olyan hajnali 4 óra körül a beérkező szovjet erősítések, többek között a 337. lövészhadosztály húz egy olyan záróvonalat, ami miatt a kitörők jelentős része a Kútvölgyi Lejtőn, illetve az Újszent János kórház területén megreked. És beszorulnak ezekbe az épületekbe, és elkezdik körvédelemben jobb hián védeni, és onnan nem tudnak kimozdulni. De ez nem a kitörőknek a zömét jelenti, hanem egy igen jelentős csoportját, de nem az összes katonát. Ami a bikafuttatás effektusa párhuzamosan történik, az egy folyamatos, dinamikus folyamat, az állandó szétszóratás és összegyülekezés. Ez azt jelenti, hogy a hevesebb tűzérségi tűzcsapások, vagy a adott helyen jelentősebb szovjet ellenállás esetén ezek a csoportok szétszorodnak, szétspiccelnek, nyilvánvaló veszteségek következtében is, majd később újra összegyülekeznek, lehet, hogy olyan emberek találkoznak ott, akik korábban nem is egy csoporttal indultak el, de egyet tudnak, hogy északnyugati irányba minél előbb el kell hagyni a beépített területet. Ezért én azt gondolom, hogy a kitörés tulajdonképpen nem egy mozzanat, hanem tulajdonképpen számtalan áttörésnek, kisebb áttörésnek a folyamata. De először ugye kezdődik ez a Széll Kálmán tér, illetve a Margit körútvonalában, a Városmér utcáig bezárólag a Vérmezőnél, és ez folyamatosan ugyanezt folyik a budai beépített területen, majd bizonyos szempontból erre ki fogok térni a fővároson kívül is. Tehát, ahogy említettem, a 180. lövészhadosztály arcvonalát tulajdonképpen a kitörők letudják és azon áthatolnak. Igen ám, de nagyjából 21 órától kezdve a szovjet tüzérség is működésbe lép, mindjárt a részletes adatokat is meg fogom mutatni, hogy milyen tűzsűrűséggel, illetve milyen hatékonysággal. Ezzel párhuzamosan a 180. lövészhadosztálytól délre lévő 37. lövészhadtestnek a hadosztályait a 297. lövészhadosztály zömének kivételével átcsoportosítják rögtön a Budakeszi út irányába, pontosan azért, hogy egyfajta blokkot, egyfajta reteszállást létesítsenek a kitörő csoportok útjában. És a 337. lövészhadosztály bevetéséről pedig már korábban is többször tettem említést. Itt láthatók a 11-én helyi idő szerint 16 óra és február 12-én helyi idő szerint 16 óra között a 75. lövészhadtest tüzérsége által kilőtt
különböző tüzérségi gránátok. Csak a lényeg maradt le sajnos a kivetítőnek, illetve a méretezésnek köszönhetően. Higgyék el nekem, itt a végösszeg 3596, tehát majdnem 3600 gránát. Ez gyakorlatilag a 45 mm-es páncéltörő ágyú repeszgránátjától egészen a 203 mm-es nehéz tarackoknak a lövedékei, illetve a rakéta sorozatvetőknek a lövedékeig terjed. Ezt én kiszámoltam, hogy önöknek ne kelljen, ez azt jelenti, hogy percenként 2,5 gránát robbant a kitörők sávjában. Ez nem egy olyan tűzsűrűség, ami az átlagostól jelentősen eltérne, de ez egy rendkívül heves és pusztító, de a keleti hadszíntéren egyáltalán nem szokatlan tűzsűrűség. Ugyanakkor a különböző űrméretek miatt, például ha a 203 mm-es gránátokat nézzük, ezt a 46 gránátot, ezt kizárólag a Szél-Kálmán térnek a, hogy mondjam az égtájat, hogy tiszta legyen, a déli szélén lévő egyetlen egy háztömb környékére lőtték ki, illetve a Széna téren, a gyakorlatilag ma már nem is létező, mert utána nem építették újjá, ott is egy darab épületkomplexumot lőttek, mert ez volt az a két gócpont, ahol a kitörők újabb és újabb hullámai összegyülekeztek, és a nehéz tüzérség többek között ezt a területet lőtte. Ugyanakkor még a tüzérség tevékenységéhez hozzátartozik, hogy a lövészcsapatok harcrendjében lévő 82 mm-es aknavetők viszonylag keveset lőnek. Miért? Azért, mert ezeknek a tüzelőállásai értelemszerűen nem az épületekben vannak, hanem a közterületeken, utcákon, illetve tereken. Most a kitörő csapatoknak a rohama ezeket részben elsodorta, részben pedig megsemmisítette. Inkább az volt a helyzet, hogy ezeknek a kezelői bemenekültek a lövészek oltalma alá az épületekbe, és megvárták, míg a kitörőknek a csoportjai, hullámai elviharzanak azon a helyen. Tehát ez egy viszonylag szerény tűztevékenység, majd mindjárt látni fogjuk, hogy másnapihoz képest aztán pláne. Itt van a február 12-e délutántól 13-án délutánig. Ugye az összes nehezebb tüzérségi tüzér alakulat az már átcsoportosítás alatt van, nincs, nem fejt ki tűztevékenységet. Ugyanakkor a 180. lövészhadosztály szinte a 10-szeresét lövi aknavetőből, mint az előző nap. És ezzel szintén lemaradt a kivetítőről, sajnos a felbontás miatt 6457 gránát, tehát ez több, mint a kitörés éjszakáján. Ugyanakkor az űrméretek láthatóan már jóval kisebbek a hadtest közvetlen tüzérség átcsoportosítása miatt. Néhány megrázó kép, ugye ez a Várfok utca a kitörés után. Felhívnám a figyelmet a szinte majdnem az összes képen felbukkanó páncélöklöknek a látványára. Az elesett szerencsétlen katonákat ugye nem szeretném itt külön részletezni, látható. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy sehol, semmilyen megmaradt fényképen, vagy bármilyen más dokumentumban nincs jele hullahegyeknek. A szovjet 42. lövészezred, ami a 180. lövészhadosztálynak az az ezrede volt, amely a Szél-Kálmán téren gyakorlatilag a sávján belül a Szél-Kálmán tér, illetve a Várfok utca irányért volt felelős. A jelentésében 1500 testet jelent. Ebből 1000-en sebesültek voltak, 500-an az ellenőrzéskor, vagy a felméréskor már nem éltek. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy a szovjeteknek az volt a szelektálási módszere, hogy ha valaki fel tudott állni, azt hadifogságba ejtették. Aki nem tudott fölállni, azt ott helyszínen nagyon lőtték. Tehát ennek az 1000 sebesültnek valószínűleg jelentős része szintén meghalt, mert gyakorlatilag a szovjetek a helyszínen kivégezték. Itt látható szintén, sajnos itt megint a kivetítőnek a hibájából elég sötét ez a képen, ez sokkal jobb minőségű, ez a Szél-Kálmán tér és a Széna térnek a sarka. Na és akkor most jön a dolognak a dinamikus része. Ugye hajnali 4 órakor, ahogy említettem, a kitörők egy jelentős része beszorol ide a Szent János kórház, Új Szent János kórház környékére. És addigra már ugye a 337. lövészhadosztály zöme beérkezik. Itt
ezeket vagy felszámolják, vagy pedig a Szent János kórház épületeibe szorítják vissza. És elindul egy ilyen mozgó katlan tulajdonképpen, ez reggel 6 óra, ez pedig délelőtt 11 óra, ez pedig este 18 óra, helyi idő szerint. Látható, hogy addigra az átcsoportosított szovjet erők gyakorlatilag rögtönöznek egy újabb arcvonalat, és ezzel lezárják a további kitörésnek a lehetőségét. Ez a három kék jelzés pedig a 337. lövészhadosztály által február 12-én jelentett német páncélos kilövés. Oda igyekeztem tenni őket, ahonnan ezeket jelentették, ez két szovjet jelentés szerint önjáró löveg, tehát ezek vagy rohamlövegek, vagy vadászpáncélosok, ez pedig egy lövészpáncélosnak a kilövése. Mivel a 337. lövészhadosztályt tartalékból vetik harcba, kizárt annak a lehetősége, hogy ők gyakorlatilag, hogy mondjam, nagyot mondtak volna, vagy háriánoskodtak volna, hiszen három páncélosnak a kilövéséről tesznek említést, hogy ha annyira akartak volna, akkor itt 20-at is írhattak volna, ha nagyzolni akartak volna, mint ahogy egyébként a Várhegyet megszálló 297. lövészhadosztálynak a jelentésébe azt hiszem 11 vagy 12 kilőtt harckocsi van, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az itt elhagyott járműveket ők birtokba vették és leküzdöttként jelentették. A 330. lövészhadosztály esetében véleményem szerint nem erről van szó. A hatos parancsnokok szovjet hadifogságba esnek, méghozzá azért, mert az Ördögárkon keresztül, a horvát kertől az Ördögárkon keresztül Szépilon irányába szerettek volna, ugye ilyen függőleges átkarolás módszerével kikerülni a katlanból. Azonban az NKVD őrsei az összes olyan föld alatti folyosót, csatornarészt, kijáratot már ellenőrizték, amely a kitörők számára szóba jöhetett, és gyakorlatilag Pfeffer Wildenbruck és szűke kísérete felkényszerül a budai őrsi úton a felszínre, ahol a 134. NKVD határőr ezrednek a első zászlói harmadik százada végül is fogságba ejti. Ugyanakkor rögtön megindul egyfajta konkurencia harc, és a 297. lövészhadosztálynak a csoportja, amely többek között a SMERS szakaszból is, tehát gyakorlatilag a kémkedés, illetve a felderítés ellenes, ha úgy tetszik, harcfegyelem biztosító eleme ennek a hadosztálynak is a helyszínen van, és ezek meggyőzik az NKVD-seket, hogy adják át nekik Pfeffer Wildenbruckot, illetve szűke törzsét. Ebből lesz egy kis torzalkodás, ezt Ungári Krisztián szerzőtársával együtt rendkívül plasztikusan és érdekesen leírja, tessenek elolvasni. Hindi Iván vezérezredes szintén az Ördögárokban próbálkozik ugyanezzel a módszerrel, de ő úgy gondolja, hogy hát ennek nem sok esélye van, és gyakorlatilag meggondolja magát, visszatér a horvát kertbe, ahol a szovjet 37. lövészhadtestnek az elemei végül is elfogják. Látható egy kép, ez viszonylag ismert, hogy a szovjetek az elfogott hadifoglyokat átkutatják. A kitörőknek egy jelentős része, mindjárt ki fog térni, hogy véleményem szerint nagyjából mekkora része, kijut február 12-én késő délelőtt a budai részről, és kezdetét veszi a viszonylag nyíltabb területen való manőver és a nyugati irányú áttörési kísérlet. Azonban ez szovjet részről rögtön egy embervadászattal párosul, a szovjetek jelentős erőket csoportosítanak át ebbe a körzetbe, nem sorolom el, a kivetítő látható, hogy még a harckocsi és gépesített csapatok állományából is jelentős erőket vezényelnek ide, illetve egy gárda lovas hadosztályt, kozák lovas hadosztályt, amely tulajdonképpen a Budán kívüli kitörők felszámolásába, hát ha nem is a stahanovista jelzőt, de igazából az élenjáró jelzőt mindenképpen kiérdemli, majd látható, hogy miért. Itt van gyakorlatilag az a katlan, amely a kitört főerőket gyakorlatilag körülveszi, és szomor irányába igyekeznek, tehát látható, hogy a különböző irányokból ide összevont szovjet erők ezt tulajdonképpen csírájában elfogyják, és minden egyes ilyen nagyobb kitörő csoportot felszámolnak, és jelentős mértékben megsemmisítenek. Ezt a térképvázatot azért tettem be, mert itt látható, hogy vannak törekvések a kitörők részéről, hogy északi irányból, tehát az akkor német-magyar kézzel lévő Eszterhovi irányába próbáljanak átszivárogni. Néhány megrázó kép, ugye a Budán kívül felszámolt különböző kitörő csoportok halottairól, amely gyakorlatilag ugye azt jelentette sok esetben, hogy a
a harcban megsebesült katonákat a szovjetek a helyszínen agyonlőtték, ha járóképtelen volt. A veszteségekről akkor néhány szóban. A veszteség fogalma megítélésem szerint összetett, tehát úgy nyilatkozni az ostrom veszteségéről, hogy csak a halottakat próbáljuk valamilyen szempont szerint megítélni, megítélésem szerint téves. Ugyanis itt több veszteségi kategóriával van dolgunk, már említettem a hősi halott kategória, illetve a sebesült, az eltűnt és a bizonyítottan hadifogságba esett katonának a veszteségi esete. A szovjet jelentések megsemmisített jelzővel illetnek mindenkit, akit harcban vagy a harccal összefüggésben, de a harctevékenység vége után megöltek. A megölést ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy fegyverrel elvették az életét. Ebbe az is nyilvánvaló beleértendő, amikor a számukra kezelhetetlen, súlyosabb sebesülteket, járóképtelen sebesülteket a helyszínen kivégzik. A védők és a támadók jelentései alapján arra a megállapításra jutottam, hogy a szovjet veszteség az ostromban a kitörésig, tehát február 11-én délutánig, nagyjából napi 500 fő, amely egy átlagos súlyozott érték, ebből 100 fő elesett, és kb. 400 fő pedig megsebesült. Ennek majd a későbbiekben lesz jelentősége. Az élőerő veszteségekről néhány szót, a Budapest csoport, a szovjet Budapest csoport jelentései megítélésem szerint viszonylag korrektnek tekinthetők, ebből az jön ki, hogy Buda területén a Várhegyen, illetve annak környékén visszamaradt, valamint a kitörést végrehajtó együttes védő állományból 10.570 katonát megsemmisítenek, tehát harc közben vagy a harccal összefüggésben, de azután megölnek, illetve 24.000 hadifoglyot ejtenek. Na most, ha ezt alapul vesszük, akkor mintegy 7.300 fő az, amely Budáról kijut, és úgymond valamennyire a manőver szabadságát visszanyeri. Persze nem beszélve arról, hogy a beérkező szovjet átcsoportosításokkal azonnal harcérintkezésbe kerülnek. Ezek zömmel németek. Ezek között magyarok csak igen elszórtan találhatóak meg, de vannak. Erre is később szeretnék kitérni. Az érőerő veszteség a kitörők esetében, tehát ez már a február 11-én 18 óra után beállt a kitöréssel kapcsolatos veszteségeknek az összvesztesége az, hogy a Budán kívül tevékenykedő szovjet 23. lövészhadtest sávjában elszenvedett veszteségekkel együtt, mint látható, gyakorlatilag mintegy 41.000 katona esik valamilyen módon a szovjetek vagy fogságába, vagy pedig áldozatául, és amire bizonyíték van, az 785 átjutott. Valószínűleg az ő számuk egy picivel, egy nagyon picivel nagyobb is lehet, mert egyes források szerint pedig 1945 márciusában is elszigetelt módon egy-egy kelet-dunántúli faluból előkerült német katona is, illetve úgynevezett népi német, tehát Magyarországról számozott a német hadseregben szolgáló katona, akiket egyébként vagy elfogtak a szovjet NKVD alakulatok, vagy nem. Ebben az adatsorban van kb. 2200 olyan személy, amely gyakorlatilag felszívódik. Ezek nagy valószínűséggel egyrészt azok a civilek lehettek, akiket hát egészen elképesztő módon nyilvánvalóan megviselt, a katonáknál is talán jobban az a földi pokol, ami a kitörés közben bekövetkezett, és részben meggondolták magukat, részben pedig ugye a civil ruhájukat, illetve a nem kombatáns létüket használva elvegyültek a Buda vagy a Buda környéki polgári lakosság soraiban, vagy a rendelkezésükre álló polgári ruha segítségével. De valószínűleg van közöttük sok olyan népi német is, illetve német is, aki polgári ruhát szerezve próbálkozhatott így kitérni a szovjetek elől. Mondanék egy konkrét példát, Ludwig Főbrász példája, aki a 8. SS lovashadosztályban szolgált, ő osztrák származású volt egyébként, és tulajdonképpen rendkívül plasztikusan mutatja egy bekerített német katonának a sorsát. Korábban nem volt harcoló beosztásban, ő érdekes módon a 8. SS lovashadosztálynak az őrkutya századában volt kutya felvezető, de mivel a harcosokra szükség volt a bekerítésben, így ő is
egy ellátó tartályból MP44-hez jutva folyamatosan harcolt a bekerítésben. Ezzel a fegyverrel fogják őt el február 15-én Buda közelében. Ő azok közé tartozott, akik a kitörés előtt nem vágták le a tükörhajtókájukat, tehát az SS rúnákat tartalmazó tükörhajtókájukat. Ráadásul a kitöréskor könnyebben megsebesült egy csak félig elműködő szovjet kézigránát következtében. Mégsem lőtték agyon. Tehát harc közben fegyverrel a kézbe fogták el a szovjetek, és nem lőtték agyon. Sőt, a hadifogságot is túlélte. És ő az például, aki több napot eltöltött itt a kitörés kapcsán egy romos házban, két olyan bajtársával, akik Beszarábiából származtak, és viszonylag jól bírták az orosz nyelvet, és ők hallgatták a szovjeteknek a beszélgetéseit. És például 12-ére virradóra azt is hallották, amikor két szovjet katona vitatkozott azon, hogy most miért kell agyonlőni a német súlyos sebesülteket, és gyakorlatilag ugye az volt rá az érv, hogy hát a könnyű sebesültekkel is van elég gondjuk, bajuk, ez a parancs, agyon kell lőni. Tehát az ő példája, én azt gondolom, hogy megvilágítja azt, hogy a szovjetek által megsemmisített kitörők, azok vagy harc közben kerültek igazából a szovjetek fegyvere elé, vagy pedig ez a fajta meglehetősen embertelen szelektálási módszer szerint, mint az ő esetükben terhet jelentő súlyosabb sebesült a helyszínen kivégezték. Olyan fajta szervezett, tehát éppen elfogott német katonák szervezett agyonlövéséről én a magam részéről perdöntő bizonyítékot még nem találtam, ezt nem zárom ki. Ugyanakkor ez kontraproduktív lett volna, hiszen ha gondoljunk bele, hogy a szovjetek Budapest védőseregével kapcsolatban viszonylag korán, 44 decemberében, december közepén egy 188 ezer fős létszámot jelentenek Sztálinnak. Az ostrom alatt és az ostrom befejeződése után is igen jelentős, energiákat fektetnek a szovjetek abba, hogy ezt a fajta egyébként kreált védőszámot a hadifoglyok oldalán előállítsák. És ezért van az, hogy Malenki robot jeligével gyakorlatilag minden létező férfi embert megpróbálnak összeszedni és transportokba rendezni. Na most akkor, amikor valóban fegyverrel a kézben elfogott, adott esetben akár még SS parolival is rendelkező, tehát bizonyíthatóan a védősereg állományába tartozó katonákat fognak el, nem fogják őket agyonlövöldözni csak a hec kedvéért, amikor ezek igen jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz a meglehetősen nehezen megugorható szinthez, hogy ezt a 188 ezer főt előállítsák. Tehát én a szándékos tömegmészárlást az épp katonák esetében nem tartom életszerűnek, a súlyos sebesültek esetében sajnos igen. Na most a szovjet veszteség. A 75. lövészhadtestnek a veszteségei nagyon alaposan kutathatóak. És ebből nagyon-nagyon kis számok jönnek ki. A 180. lövészhadosztály, ami tulajdonképpen arcba kapta a kitörést, 14 halottat, 52 sebesültet jelent, összesen 66 főt. A 109. gárda lövész hadosztály, amelynek igazából csak a jobb szárnya kapott a kitörésből, az ennél is szerényebb veszteségeket szenved, 8 halott, 22 sebesült, összesen 30 fő. A hadtestüzérség, amely viszont ugye, ahogy említettem, nem az épületekben berendezett támpontokban, hanem a közterületeken tüzelőállásban van, amikor a kitörés megindul, gyakorlatilag nagyobb veszteséget szenved, mint a lövészcsapatok. 120 fővel, ráadásul 28 fő eltűnt. Az eltűnt sok oka lehet, egyrészt lehet, hogy engedély nélkül visszavonultak, legalábbis az NKVD jelentésekben ez így szerepel, gyakorlatilag megfutottak, vagy pedig a különböző harctevékenységi formák miatt nem maradt belőlük azonosítható holtest. Mindent összevetve látható, hogy 216 fő a 75. lövész hadtest kitörés éjszakájához köthető vesztesége, ami megítélésem szerint rendkívül szerény veszteségnek tekinthető. Itt, ahogy említettem, alapvetően a lövészek épületben, illetve a tüzérek közterületen való harctevékenységét emelnénk ki. Az átcsoportosított szovjet erők esetében már töredékesebbek az információk, de mindent összevetve, és ebben sincs Ungári Krisztiánnal nekünk vitánk, gyakorlatilag 900 ezer fő között maximálható az a veszteség, amely a szovjeteket a kitörés kapcsán érte, ebből nagyjából 200 fő a végleges veszteség, 700-800 pedig a sebesült.
A kitörők irányába tervezett a balk seregcsoport egy támadást, ami a megvalósult volumennél jóval nagyobbnak indult. Azonban mivel a Budáról kitört német és magyar erők nem tudtak igazából észlelhető súlypontot alkotni, amit a német légifelderítés azonosított volna, ezért gyakorlatilag az eredeti Pfeffer Willenbruck-féle táviratban megjelölt Szomor irányt tekintették célnak, és ott indul meg február 14-én egy meglehetősen korlátozott erőkkel végrehajtott, 200-addal végrehajtott, illetve 6 páncélos támogatásával végrehajtott korlátozott célú támadás Anyácsapuszta irányába, 3,5 kilométert halad, és több katonát veszítenek a németek, mint ahány kitörőt sikerül ezzel az akcióval gyakorlatilag a saját vonalig segíteni. Az a bizonyos nagyobb erőkkel végrehajtott felmentő támadás pedig, ugye, mint említettem, elmaradt a szétforgácsolt kitörő erők miatt. Akikről van adat, hogy elérték a saját csapatokat, ugye 705 német, ebből nagyjából 120 Waffen-SS katona, körülbelül 215 a Fertenhalle páncélos hadosztály katonája, illetve nyilvánvaló egyéb más csapattestek katonái, és legalább 43 tiszt. Egészen biztos, hogy több mint 43 tiszt jutott ki, de az általam ismert név szerinti említésben összesen egy helyen 43 tisztet sorolnak föl a németek, mint akik a budapesti katlanból kitörtek. A 80 magyar jelentős része nem katona. Ugye 9 magyar katonát regisztrálnak, ebből 3 tiszt, egy hadapródiskolai növendék, egy csendőrtisztet, egy vöröskeresztes ápolónőt, 25 hungaristát és 44 polgári személy. Ugye ez a német filmhíradóból származó, hát az én laptopomon jóval élesebb, higgyék el nekem, itt egy német lövészpáncélos látható, tele kitört katonákkal, a 3. lovasdandárnak a sávjában összegyűjtve és az arcvonalból hátra szállítva. Ez is egy ismerős kép, itt a 22. SS önkéntes lovas hadosztálynak a hadosztályjelzése látható a tükörhajtókán, ahogy a bajtársa lesegíti a katonát erről a lövészpáncélosról. Itt pedig a kitörők számára felállított ilyen első ilyen felfrissítő pont, ahol gyakorlatilag végre emberi módon ehettek, ihattak és valamelyet rövid ideig pihenhettek is. És utána pedig látható, hogy tovább szállították őket különböző hadikórházakba, illetve a németek azonnal megkezdték a kitörő katonáknak a nagyon alapos kikérdezését, és a tapasztalataikról faggatták őket. Ezen a fényképen, ami picit rosszabb minőségű, de gyakorlatilag szenzációs, ezúton is köszönöm Dávid Zsolt segítségét. Itt a kitört három magyar tisztet láthatjuk, itt a kivetítő beállítása miatt nem látható, de higgyék el nekem, Mátis Kálmán főhadnagy, itt ő nem tiszt, de ő is kitört, ő Ince Antal őrvezető, ő Hajdú Dezső őrnagy, ő a kedves felesége, aki a katlanon kívül volt, tehát ő nem csinálta végig a kitörést, a már említett naplóíró, Bócz Géza tartalékos hadnagy, illetve az egyetlen csendőrtiszt, Komár Andor csendőrhadnagy. Ez a kép nem a kitöréskor közvetlenül készült, hanem akkor, amikor már a kitörőket hadikórházba szállították. Bócz Géza egyébként súlyosan megsebesült, a lábán azért van nála bot. És akkor végül, de nem utolsó sorban, az ostrom, illetve a kitörés értékelése katonai szempontból. Ugye nagyon sok szor felmerül különböző narratívákban az, hogy az ostromnak végül is mi volt az értelme. Na most a Budapest erőd által az 52 nap alatt lekötött szovjet erők mennyisége az 15 szovjet, illetve 3 román hadosztály, megerősítve 2 szovjet áttörő tüzérhadosztálya és 1 légvédelmi tüzérhadosztálya, illetve közvetlen alakulatokkal, de ez a nagyságrend ez nagyjából érzékelhető. Ehhez képest a Dunántúlon harcoló német, illetve magyar erők ennek a többszörösét kötötték le, ráadásul a felmentési kísérletek kapcsán a korlát hadműveletek keretében 45. januárjában és februárjában gyakorlatilag olyan szinten verték meg a 3. ukrán frontnak a főerőit, hogy az hosszabb ideig támadásra alkalmatlan állapotba kerül. Vagyis az én véleményem szerint Budapest védelme katonai szempontból hát erősen német-magyar deficit, ha úgy tetszik, akkor katonailag értelmetlen esemény volt, ugyanis 44 novemberétől a szovjeteknek egy hadműveleti szintű hídfő volt a birtokában a Dunántúlon.
Az, hogy a bekerített erőket az utolsó töltényig való harcra bíztatta Adolf Hitler, az gyakorlatilag semmi más nem volt, mint egy presztízs érdekből elkövetett, hát úgy tetszik, maradjunk a katonai fogalmaknál, vezetési hiba. Ugyanis ez nem volt más, mint a rendelkezésre álló erőforrások pazarlása. Az ostrommal gyakorlatilag a szovjeteket nem állították meg, mert a szovjeteket a Dunántúlon már megállították 1944. december végén, amikor is a további nyugati irányú támadást a szovjetek nem tudták folytatni. Ha Budapestet nem védik a német-magyar csapatok, a németek, illetve az alárendelt magyar erőkkel együtt a Dunántúlon akkor is megállították volna a harmadik ukrán frontot, és megítélésem szerint a második ukrán frontnak a 45. januári támadását is ugyanilyen eredményesen tudták volna felszámolni a németek a Dunától északra. Gondoljunk bele, Budapest védelme ennek hát magyar szempontból ugye különösen a szívünkhez közel álló világvárosnak a szétlövetése, és az a irgalmatlan mennyiségű szenvedés és pusztulás, amit az egész 52 napos ostrom okozott, az katonai szempontból és pusztán a számok tükrében azt jelenti, hogy a szovjetek budapesti támadó hadműveletének összveszteségében, ami 320 ezer halottat és sebesültet jelent, ez gyakorlatilag 9%-os arányban részesült. Tehát gyakorlatilag a szovjeteknek, ha úgy tetszik, 100 katonájában mindössze 9 volt az, amely Budapest területén vívott harcokkal kapcsolatban került veszteséglistára. Önökre bízom a döntést, hogy döntsék el, csak kizárólag katonai szempontból önök szerint megérte. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.